Elindultam szép hazámból. Magyarok a nagyvilágban. A végzett asszonya, Karádi Katalin. Egy fél évtized adatott neki. De ennyi idő is elég volt számára ahhoz, hogy már életében legendává váljon. Karádi Katalin 1910-ben Budapesten született. A kőbányai százados úti telepen egy hét gyermekes családban élt a vézna elhanyagult kislány a vörös kereszt szervezésében a nagy háború után Hollandiában és Svájcban erősödhetett. Ez életre szóló élmény és példa maradt számára. A gyönyörű lány 19 esztendősen hozzáment egy nála 18 évvel idősebb vámtiszthez. A házasság hamar véget ért, és elkezdett készülni csodálatos pályájára. Karádi Katalin három évig járt csatókálmán és felesége Acél Ilona színi tanodájába. 1939-től játszott a Vígszínházban és a Pesti Színházban, majd következtek feledhetetlen filmjei. A halálos tavasz, a hazajáró lélek, az egytállencse, a külvárosi őrszoba, a makrancos hölgy vagy a szováti éva. 1943-ig 19 filmben játszott főszerepet ezek és dalai, elsősorban a hambadó cigaretta vég, halhatatlanná tették Karádi Katalint, aki kora valódi sztárja volt. Az üldözötteket mentő színésznőt 1944-ben a Gestapo letartóztatta és megkínozta, de a kommunista rendszer sem kímélte. Karádi Katalin 1951-ben elhagyta Magyarországot, és végül New Yorkban halt meg 1990-ben hamvai a farkasréti temetőben nyugszanak. Síremlékén egy gránitból faragott ember nagyságú, viasz könnyeket hullató gyertya áll. Előtte mindig frissek a virágok. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.